Magyarországon 19-től 70-ig terjedő korosztályban 8% feletti a cukorbetegség előfordulási aránya, emellett az ország felnőtt lakosságának 15%-ának van valamilyen cukoranyagcsere zavara a magyar statisztikák szerint. De ez a szám megtévesztő lehet, mivel a felfedezetlen cukorbetegek száma körülbelül ugyanannyi lehet, mint a felfedezett, mondta el Balsai Miklós diabetológus, aki pénteken polgármesteri elismerést vehetett át a Városháza kistanács termében kiemelkedő munkásságáért. Gyógyításnak a művészete az egy életen át tanulható, és nem csak abból áll, hogy szakmailag képezzük magunkat. Ez a minimum, nyilvánvaló, és nagyon jó érzés a legújabb, legfrissebb szakmai elveket átültetni a gyakorlatba, és egy betegen így segíteni. De emellett azért azt tudom mondani, hogy a személyiség érésével, a gyógyításom mellett a lelki támogatás és az embernek a megismerése is egyre inkább kialakult bennem, hogy ez szükséges ahhoz, hogy tényleg a gyökér problémát megtaláljuk. Balsai Miklós, amellett, hogy kiváló szakember, a Fejér megyei Cukorbetegek Egyesületének tanácsadásokat, terápiás javaslatokat és előadásokat ad vércukorszintjük megfelelő szinten tartása érdekében. A kitüntetést a Fejér megyei Cukorbetegek Egyesülete terjesztette fel, emiatt az elnökség tagjai is részt vettek az érem átadáson. A díjátadásakor Székesfehérvár polgármestere mellett Mészáros Attila alpolgármester és Öster Anna Mária egészségügyi, sport és társadalmi tanácsnok is részt vett, hogy elismerjék a főorvos kiemelkedő munkáját.